A következő ellenfelünk az a Győr lesz, és hát utánpótlás korú játékosként a kezdőt fogod valószínűleg erősíteni, mint például legutóbb az ETR-en is. Milyen érzés ez? Hát egyrészt megtiszteltetés, hogy ugye kezdőként szerepelhetek, másrészt pedig azért elég nehéz is ugye elhelytelni minden meccsen, és próbálni hozzátenni valami pluszt a játékhoz, vagy megcsinálni az alapfeladatokat védekezésbe, amit ugye az edző kér tőlünk, és hát ugye sokan vagyunk fiatalok, azért eloszlik ez a 20 perc köztünk, de mindenki próbálja hozzátenni azt, amit tud ez idő alatt. Mekkora eséllyel fogsz egy olyan játékos, aki szintén utánpótlás korú a mérkőzésen? Hát általában úgy én szoktam fogni, vagy a fiatalok fogják egymást, mert leginkább az én posztomon, tehát ezen a bedobó poszton szoktak játszani a fiatalok, úgyhogy majdnem mindig így van. Mi az, amiben leginkább fejlődött kéne így a felnőtt női mezőnyt tekintve szerinted? Hát szerintem mindenbe lehet, de leginkább a védekezés a fontos, ami így fiataloknál nekünk szükséges, hiszen a pontokat azért nem mi dobjuk, meg a támadásban nem kapunk annyi szerepet, ezért fontos, hogy a védekezésben mindent meg tudjunk csinálni, lepattanókat szerezzünk, és hasonlók. És mennyire szeretsz védekezni? Hát szeretek, mert úgy érzem, hogy az adja meg igazából a ritmust a maga az játékhoz, támadáshoz. Rendben, mit vársz a Győr elleni mérkőzéstől? Hát a Győr egy nagyon jó csapat, ugye? Ők is játszanak Európa kupába, és jó légiósaik vannak, jó magyarok. Hát ugye azt se könnyíti meg a dolgunkat, hogy megint utazhatunk 5 órát, de én úgy gondolom, hogy mindent meg fogunk tenni, hogy jó eredményt érjünk el a meccsen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.